Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áhítatom kezdetén a 25. Zsoltár szavaival imádkozunk. Uram, utánad sóvárog a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljen meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útaidat, Uram, mutasd meg, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az az ige, amelynek alapján ez az áhítat szólni fog, János evangéliumának a 18. fejezetében található, a 18. fejezet 12-től 18-ig és 24-től 27-ig terjedő verseit olvasom. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtótörző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtótörző szolgáló lány így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. Annás azután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta és megint csak ezt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. A jövő hetünk már nagy hét, és az áhítatok témájában is efelé tartok, igyekszem erre készülni. Itt most Péter tagadásának a történetét szemlélhetjük, és ez alapján arról szeretnék pár szót mondani, hogy hogyan lehetünk jelen a mások szenvedésében. A nagy héten Krisztus szenvedését kísérjük végig, de Krisztus szenvedése és az, hogy magunk milyen módon tudunk abban részt venni, mennyire tudjuk magunkat abba beleengedni, nem csak az ünnepről szól. Krisztus szenvedésében az egész emberi szenvedés, az egyetemes emberi szenvedés jelenik meg. Egyrészt azért, mert Krisztus valamennyiünkért szenvedett, az egész emberiségért halt meg, másrészt azért, mert minket képvisel a szenvedő Jézus. Amikor az ő szenvedését nézem, a magamét is nézem, a mellettem levő emberét is nézem. Hogyan látom az ő szenvedését? Meddig tudom magam beleengedni? Vagy kimenekülök, kihátrálok belőle, mint Péter? Aki ugyan bemegy a főpap udvarára, de amikor rákérdeznek, inkább megtagadja mesterét és saját magát is. Figyeljük meg! Péter, és ez a János evangéliumában nagyon hangsúlyos, a következő szavakat használja. Nem vagyok. Abban az evangéliumban, ahol újra és újra Jézusnak az én vagyok mondásai jelennek meg. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok a világ világossága, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet, és még sorolhatnánk. Ezek az én vagyok mondások, külön kincsei a János evangéliumának. És ezért nagyon is hangsúlyos, amikor János így fogalmaz ezzel a tömörséggel, Péter így tagadja meg mesterét, hogy nem vagyok. Nem csak a mesterét tagadja meg ezzel, hanem saját magát is megtagadja ezzel.
a legtermészetesebb emberi reakció az, hogyha próbáljuk magunkat megőrizni a fájdalomtól. Ha valami megéget, elkapom a kezem. Ha megszúrja egy tüske az ujjamat, akkor kihúzom a tüskét, és utána kiszopogatom az ujjamat, hogy ne gyulladjon be. Ezek teljesen természetes reakciók. De van, amikor nem ez az igazi lehetőség. Van, amikor ott kell maradni a fájdalomban. Amikor például az ember egy fogorvosnál van. És ha ilyenkor kimenekülök belőle, és itt most már a lelki fájdalomról beszélek, akkor magamat is, meg ha valaki másnak a fájdalmáról van szó, amiben osztoznom kell, akkor azt a másikat is cserben hagyom. Mi történik, ha egy barátom egy fájdalmas élményről számol be nekem? Erről kezd el beszélni. Tudok-e ott lenni vele érzelmileg, ott maradni ebben a helyzetben? Résztvétel, együttérzéssel. A latin kifejezés erre, amiből az angol is jön egyébként, a compassio. Ugye, amit ha szó szerint fordítunk, akkor együtt szenvedést jelent. A passióban való részvételt. Amikor Jézus szenvedésének a történetét olvassuk, hallgatjuk, imádkozunk ezzel, akkor egy pici részben vele együtt szenvedünk. Együtt vagyunk ott a passióban. Ha tudunk ott maradni. Mert az is egy lehetőség, valószínűleg mind átéljük újra és újra, hogy kihátrálunk belőle, kimenekülünk belőle, és kimondjuk a magunk nem vagyokját Péterrel együtt. Most visszautalnék az előző áhítatomra, amiben Jézus küzdelméről az imádságban volt szó. Ő megharcolta ezt a küzdelmet, ő ott maradt ebben a szenvedésben. És ezért nekünk is megadhatja ehhez az erőt. Arra hív most bennünket ez az ige szakasz, hogy forduljunk Isten a szenvedő Krisztus felé, és kérjük tőle a kompassió, az együttérzés ajándékát, bátorságát. Amen. Szempontokat adok az imádsághoz a videó alatti leírásban. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunk.